Lépve eddigi álláspontunkon. A hitedadó hódmezővásárhelyi eseményeket követően Gyurcsány Ferenc ünnepi beszéde katalizálhatja az ellenzéki pártok közti együttműködést. A DK elnöke március 15-én bejelentette, pártja visszalép Szél Bernadett javára. Az MSZP párbeszéddel, az LMP-vel és a Jobbikkal is tárgyalásokat sürgetett a politikus. Noha az utóbbi ettől elzárkozott, a másik két formációval vasárnap ültek egy asztalhoz. A Jobbik megerősítette, nem vesz részt a koordinációban. A formáció ugyanis mereven elzárkozik az MSZP-től és a DK-tól. Szél Bernadett ugyanakkor azt hangoztatta, nem mondott le arról, hogy egy asztalhoz ültesse a jobboldali pártot az MSZP-vel. Eközben Orbán Viktor elégtételt helyezett kilátásba az őt támadóknak egy Fidesz győzelem esetén. Elemzők azóta is azt találgatják, hogy Simicska Lajosnak, az ellenzéknek vagy a Fideszen kívüli világnak szólhatott-e a politikus kijelentése. És akkor itt a stúdióban köszöntjük az ATV főmunkatársát, Csolyai Ildikót, jó reggelt, és Pindor Tamás, a Figyelő rovat vezetőjét, jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Úgy vezettük fel ezt a most soron következő beszélgetést, lehet, hogy ebből vita lesz. Ugye alapvetően azért hívtunk meg benneteket, hogy kicsit elemezzük, értékeljük Orbán Viktor március 15-i beszédét, illetve az ellenzéki megszólalásokat, de beszéljünk most egy kicsit a tegnapi eseményről. Gyurcsány Ferenc átment karmesterbe, és tulajdonképpen, mint hogyha egy zenekar dirigálna, meghívott egy pár embert erre a tegnap esti megbeszélésre. De ma már vendégünk volt kettő, akit nem hívott meg. Pontosan, és hogy egyáltalán ez egy ilyen hamiskásról játszó zenekari próba lett belőle, vagy még várhatunk valamit, ezt majd ti elmondjátok. Hát nem tudom, hogy ki mennyire jó volt józan a tegnapi eseményeken. Jaj, már te is azt mondod, amit a Vágó Gábor. Vágó Gábor azt mondta, hogy nem kínálták őket meg viszkivel, pedig a házigazda állítólag már felöntött a garatra. Nem tudom, ezt ő mondta, tehát ezt is meg kellene vizsgálni, szerintem Vágó Gábor majd el fogja mondani, hogy mire gondolt pontosan. Kiállítod a legfontosabb politikai aspektus választások előtt, nem biztos, hogy ez a legfontosabb üzenet, a Pogácsa meg a vendégvárás. Azért fontos üzenet, hogy készülnek hogy készülnek a választásokra, milyen stressz helyzet van, valamivel kellett tompítani ezt a stressz helyzetet, és főleg egy tárgyaláson kellett tompítani ezt a stressz helyzetet, vagy tárgyalás előtt. Én nem mennék idáig. Le lehet vezetni politikai elemzést ebből is, Ildikó. Biztos remekül. Hogyha a Fideszről lenne szó, biztos, hogy le tudnál. Én nem valószínű, hogy azzal foglalkoznék, hogy az asztalon ott valóban limonádé volt-e, vagy málnaszörp, vagy itt, akik egyébként egymással is éles versenyben vannak pártok, hogy igyekeznek oda szúrni a másik párt elnökének, vagy listavezetőjének, hiszen most 3 héttel a választások előtt, ne tévedjünk, ők is riválisai egymásnak. Ha nem tudják megszerezni a parlamenti többséget, vagy nem lesz ellenzéki összefogás, akkor a legnagyobb kérdés az lesz a számukra, hogy ki az ellenzék vezető ereje. Tehát gondolom, hogy... Gyurcsány Ferenc most úgy tűnik, nem? Abból a szempontból, hogy ki az, aki a mikrofonba bemondta azt, hogy én szeretnék koordinálni, gyertek hozzám, abból a szempontból igen, ha a közvélemény kutatásokat nézzük, akkor nem a DK a legnépszerűbb párt, de én azt láttam, hogy sok minden retorika, mert Hódmezővásárhely után valóban az a kényszerhelyzet állt elő, hogy az ellenzéknek össze kell fogni. Nem lehet olyan ellenzéki pártvezető, aki nem az összefogásért tesz valamilyen lépést, de itt azt láttuk, hogy az LMP például elment tegnap Gyurcsány Ferenchez, de a politikai tanácsuknak a határozata szerint pontosan mai éjfélkor jár le az a határidő, ameddig ők egyáltalán tárgyalhatnak, ebbe a 24 órában még belefér egy szélvonat találkozó. Azért, hogy szúrja közbe, tehát hogyha az ellenzék Hódmezővásárhelyi után vette észre, hogy össze kellene fogni, akkor nagyon nagy bajok vannak náluk. Nem akkor vették észre, hát Tamás, ugye korábban is nagyon tárgyaltak. Nagyon nagy gondok vannak. Tárgyalgattak, fogalmuk nem volt róla, hogy mi is a valós politikai helyzet. A Hódmezővásárhelyen meg főleg nem tudták, hogy mi a valós politikai helyzet, miközben az ő jelöltjük ahhoz győzött. Ahhoz képest győzött a jelöltjük. De hát ez az, hogy a valósághoz semmi közük nincsen. Utána kezdtek milyen egy kicsit... Szempontból? Hát ebből a szempontból, hát ott lehetett látni, hogyha összefognak, van egy jó jelölt, egyébként 106 körzetben nagyon kevés ilyen baloldali vagy ellenzéki jelölt van, egy kezemben sem tudnám megszámolni. Után február 26-án hallottad azt először, hogy az ellenzék szeretne koordinált indulást és összefogást. Hát de miért leültek tárgyalni? Egyedül tárgyalgatott egymással, de hát a Jobbikkal is kellett volna, és Gyurcsány egyébként
nagyon ügyesen behúzta őket, nagyon behúzta őket 15-én, mert ezzel sakkot adott Vona Gábornak, mert hogyha azt mondja, hogy nem tárgyalok, akkor ott van, hogy miért nem? Hát nem akar valóban kormányváltást, nem? Tehát az és van, az LMP hogy... és a Momentum, mert erről a két pártról mondja az összes többi, hogy nem akar igazából kormányváltást, ha köti a Jobbikot a karóhoz, hogy ezzel egyébként a rossz hibásképpel éljek. Az is teljesen, igaz ez? Teljesen valós helyzetfelmérés, hogyha nem akarnak együttműködni Gyurcsánnyal, akkor több esélyük van a jobb szereplésre. Az LMP-nek is. Hát a Momentumot én már nem venném ide, bár nem tudom, hogy milyen eredményt fognak elérni, vagy mire esélyesek, de szerintem ők már kiestek ebből a Pixisből, ahogy az Együtt is. Meg Bokros Lajos is. De hát őt Gyurcsány túrta ki. Egyébként érzésetek szerint nem helytálló az, hogy van végül is egy olyan főnök, most ebben az ellenzéki összefogásban, mint Gyurcsány Ferenc, aki talán joggal gondolhatja magáról azt, hogy neki kéne összefogni az ellenzéket. Miért? Mert volt már miniszterelnök. Hát az olyan is volt. Mert már bizonyított. Van benne rutinja. A legelutasítottabb magyar politikusról. De bocsánat. Egyszerre mondtuk. De én nem azért mondom, mert én csak ezt úgy mondom, hogy lehet, hogy nem neki igaza van ebben, vagy ebből a szempontból. Hát szereptévesztésben van ő, neki fel kellett volna ismerni. Ez egy kommunikációs verseny volt már. Fel kellett volna ismerni, bocsánat, 2009 után, amikor lemondott, hogy neki vége van. Sőt, hát 2006-ban fel kellett volna ismerni. Ő ezt nem ismeri fel, és ezzel az ellenzéket mattolja. Bár most ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy ő akar lenni az ellenzék vezetője, meg a következő ciklusban is, de nem lehet vele. Tehát egy hiteltelen politikussal nagyon nehéz az ellenzéknek bármilyen... Elnézést, megállapodott az MSZP, hát, meg a Párbeszéd Gyurcsány Ferenccel. És van egy masszív tábora Gyurcsány Ferenc. Így van, hát és nagyon elkötelezett, és nagyon stabil, igen. Míg Orbán Viktor az tábora az hiába elkötelezett, az a, amiről beszélt a visegrádi frakciülésen, hogy 2,2 milliós táborával ő már meg tudja nyerni a választásokat, és az elég. A közvéleménykutatások szerint ez olvad. Március 15-én, meg ha már ezt konferáltátok ugye föl, hogy erre hívtatok minket, hogy beszéljünk róla, az Orbán számára meg az volt a kényszerítő parancs, hogy a saját táborának beszéljen, és az egységét, hogy nehogy lemorzsolódjanak, mindenáron megvédje. És itt ugye rengeteg szó esett az ellenzék részéről, az összes elemző, mi is erről beszéltünk itt, hogy fenyegetés volt-e az a bizonyos elégtételes mondat, hogy a választások után, ha győznek, akkor politikai, erkölcsi és jogi és elégtételt vesznek, igen. Igen, a jogi elégtétel a legérdekesebb. Igen. Hát rágalmazásért jogi elégtételt vesznek, nem? Azt nem tudjuk, a másikat, hogy a rágalmazást követel. Azt nem tudjuk, hogy amikor a miniszterelnök ezt a mondatot kimondta, akkor azon túl, hogy a saját táborának üzent, hogy a saját dúlófulló és elégedetlen táborának üzent, a Kósa ügy, a semmilyen ügy, és elégedetlen minden más a tábora, ezt most így tudjuk? Én azt tudom, legalábbis amilyen információk hozzám eljutottak a miniszterelnök környezetéből, ugye én nagyon régen, körülbelül 10 éve foglalkozom a Fidesszel és a kormánypártokkal. Én is. És Tamás is, igen. Tehát mind a ketten... De hozzám lehet, hogy más információk jutottak el, igen? De kíváncsi vagyok. Hát én... Csak annyit szeretnék mondani, nem tudom, hogy a Tamáshoz milyen információk jutottak el. Hozzám olyan információk jutottak el, hogy a miniszterelnöknek a legfőbb szándéka az volt, hogy a tábora egységét megőrizze. Igen, Robi, a kérdésedre válaszolva, igen, vannak elégedetlenek most már a legelkötelezettebb Fidesz hívők között is, hiszen ez a sok-sok simicska bomba, ez nem hatástalan azért sem, mert nem álltak bele a csatába, és a kommunikációs csatába, és nem adtak meggyőző választ arra, sőt, Kósa Lajos össze-vissza hebeget habogott, ugye előtte a Semjén Zsolt humorizálása is, csak a bagatelizálása volt ennek az ügynek. Tehát a táborban azt mondják, hogy hol maradnak a válaszok, tessék kiállni, hol a miniszterelnöki visszautasítás, nekem ezt mondták, és a miniszterelnök
kénytelen volt megnyugtatni a táborát, csendesedjetek le, nyugalom, meg lesz az elégtétel. De ez nem jelenti azt, hogy ez nem volt fenyegetés, ez a mondat, tehát a két funkció egyszerre betölthette. De mi a fenyegetés benne? Erkölcsi jogi értelemben, hogy ne lehetne politikai értelemben, miért ne lehetne bárki ellen feljelentést tenni a bíróság előtt? Tehát rágalmazásra. Hát majd meglátjuk, hogy megteszi. Hát a miniszterelnök van időre. Bocsánat, van időre. Ugye vannak időintervallumok, amik meg lehet tenni. Majd meglátjuk, arról hogy mit teszel. Gondoltok, hogy a miniszterelnök beszédében az egyébként megalapozottnak található sikerekről semmit nem mondott? Gazdaságról, bármiről? Hát, a békemenet meg a Kossuth-téri gyűlés mutatta, hogy nagyon erős ez a tábor. Mutatta azt, hogy évek óta nem lehetett látni ennyi embert az utcán, bár az ellenzék akart ennyi embert, de hát nekik soha nem sikerült. Láttuk, a Jobbikon voltak 3000-en, az MSZP-n voltak 2-3000-en, tehát ők ennyire képesek. Többen voltak lehet, azért. Lehet, többen néhány ezeren. Az MSZP-n, de igen. A Jobbikon nem. Tehát a Jobbikon tényleg kevesen voltak, lehet, hogy a MSZP-n voltak 8-9000-en is. De hát azért ezt ne hasonlítsuk össze a Fidesz táborával. Te is ott tehát, voltál a békemeneten, ugye Tamás? Nem a békemeneten, a Kossuth téren voltam ott. És fiatal arcokat láttam, bármilyen hihetetlen, nem csak nyugdíjasok is voltak, fiatal arcokat láttam, középkorúakat, családokat láttam gyerekekkel. Tehát ez egy nagyon felemelő ünnep volt, bármit is olvas bárki a médiában. Az lengyelek is fiatalok jöttek? Lengyelek között is voltak fiatalok, persze. Igen. A miniszterelnök szerintem azért nem beszélt az eredményekről, mert az oktatás egészségügy terén elég sok a demonstráció és az ellentartás, hogy arról nem és most 2-3 héttel a választások előtt az érzelmi és az ideológiai elkötelezettség megerősítését parádés, kellett 100%-osra járatni. Parádés volt ez az elmúlt 10-12 perc, amíg itt voltatok. Ez még szerintem sokáig tarthatna, ha nem lenne itt Somos András a stúdióban. Hát de sajnos itt. Dehogy sajnos, örülünk neki nagyon.